8-án a Honvédelmi Miniszternek a jelenlétében a Szent László napot ünnepli meg az ötös lövészdandár. Számunkra azért fontos, mert Szent László a lövészek védőszentje, és mint a legnagyobb szárazföldi alakulat, úgy gondolom, hogy megtiszteltetés, ha a miniszter úr, illetve a polgármester eljön hozzánk. Miket fognak látni a tisztelt érdeklődők, mivel ez nyílt rendezvény? Harcászati bemutató lesz, alaki bemutató lesz, zenekari fesztivál lesz, emellett pedig olyan programpontok, amik lekötik a fiatalokat, kézművesek, gyereksátor, paintball lövészet a gyerekeknek, foci meccs a gyerekeknek, tehát egy teljes komplex programot fogunk bemutatni. A napfénypontja pedig az lesz, amikor az együttműködési megállapodást a Honvédelmi Miniszter úr aláírja a polgármester úrral, amelynek a célja az, hogy létrejön az első nemzeti honvéd kollégium, amely szeptembertől kezdi meg a tanítást.